a korábban a Masznál, Győrben, Szolnokon és a Német Bundesligában is dolgozó edző az elmúlt év augusztusában utazott el Új-Zélandra. A tíz csapatos Ausztrál bajnokságban szereplő New Zealand Breakers szakmai stábjában helyett kapó szakember az ellenfelek feltérképezése mellett a játékosok egyéni képzésével is foglalkozott a tengeren túlon. Azt gondolom az Ausztrál kosárlabda egy nagyon, nagyon magasan értékelt kosárlabda kultúra. A játékosok úgy gondolom, és úgy velem, hogy jó alapokkal rendelkeznek. A képzési rendszerük nagyon precíz, egymásra épülő, mindezt a bajnokság is jól megmutatja, hogy nagyon jó hazai nevelésű játékosok játszanak a bajnokságban. Az, Európa bajnokság, az európai bajnokságokkal ellentétben itt ugye csak három légióst foglalkoztathatnak a csapatok, ami szintén azt gondolom, hogy a, a hazai nevelésű játékosoknak a, az erősségét mutatja. Rengeteg utazásunk volt, ugye egyedüli új-zélandi csapatként képviseltük a, a szigetországot. Minden egyes idegenbeli mérkőzésre repülnünk kellett, az Aucklandi repülőtérről egyszer Sydney-t, Melbourne-t, Brisbane-t vettük, vettük célnak ez azt gondolom nagyon megterhelő volt és szakmailag is egy külön kihívás volt nekünk edzőknek hiszen nagyon rövid idő alatt kellett felkészíteni a csapatot a következő mérkőzésre sokszor volt olyan hogy pénteken még hazai pályán Oaklandben szerepelt a csapat majd szombaton reggel felültünk a repülőgépre és vasárnap délután kettőkor már Ausztráliában volt jelenésünk az előző szezonban bajnoki döntőt játszott az új zélandi csapat, a 2023-24-es évadban viszont nem tudta megismételni ezt a szereplést a New Zealand Breakers. Ez a csapat ez úgy lett összeállítva, illetve összerakva, hogy, hogy meg tudjuk ismételni ezt a bajnoki döntő szereplést, de talán túl is szárnyalni. Az egész szezonban azt gondolom, hogy rengeteg sérülés és nehézség hátráltatta a csapatot. Azt gondolom, hogy egyetlen egy találkozó volt, amikor teljes csapattal tudtunk kiállni, tehát a megálmodott, megálmodott játékos keret tudott a pályára lépni, az összes többi találkozón valakit nélkülöznünk kellett. Az alapszakasz befejezése előtt két mérkőzéssel elveszítettük a legjobb játékosunkat. Anthony Lembet, aki tavaly még az NBA-ben a Golden State Warriors-nál pattogtatott. Ő egy nagyon kulcs figura volt a mi, a mi rendszerünkben, így sajnos az ő hiányát nem tudtuk kompenzálni a rájátszásban, így nem jutottunk a legjobb négybe, de a szezon végén nagyon pozitívan értékeltük az elért eredményeket. Jakab Máté szerint sokat profitálhat majd a tengeren túlon tapasztaltakból, ráadásként pedig egy életre szóló élménnyel is gazdagodott. Az NBA előszezonjában ugyanis ott ült csapat a kispadján a Portland térbéző elleni mérkőzésen. Tíz napot töltöttünk Portlandben, ahol teljes körülön használhattuk például az NBA csapatnak a létesítményeit, nagyon külön örülök, hogy sikerült szakmailag közel kerülni az ellenfél, vagy az ellenfélben dolgozó edzőkhöz. Sikerült néhány, néhány építő szakmai beszélgetést lefolytatni a túra alatt, és, és azt gondolom, hogy ez a, a, mi csapatunk számára is egy nagyon hasznos felkészülés volt. Az a millió, ami pedig ott fogadott, az, az teljesen az leírhatatlan, és még mindig keresem a, a szavakat. Nagyon-nagyon magas létszámú nézősereg látogatott ki a mérkőzésünkre, és tényleg megtiszteltetés volt első magyar edzőként NBA kispadon ülni. Mivel a legtöbb országban még nem ért véget a bajnokság, nem indult el az edzőkeringő. Jakab Máti egyelőre tornákra jár, mérkőzéseket néz, és reményei szerint júniusban, júliusban eldől, hogy melyik csapat kispadjáról majd le a következő szezonban.